Romhányi József, a légy intelmei. Már egy hete vagy, te, pete, legyen már belőled légy, legyen, mint minden legyen rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg, mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kislégy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad! Menj! A mai naptól magad szerezd meg az eledeled! Legyek, ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kislégy nem lázadt, de olyan lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástól. Bele is sült rögtön, a mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra. Romhányi József Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvast igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? <laughs> egy gramot se. Ez az egész csak grimmese. Hogy piroskát ön falta fel, talán ez is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én, őt, ruhástul? <laughs> mit ki nem eszeltek? én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyál nyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap ö, meghívtak a viskóba. Nagyon finom volt, szamóca és piskóta. És mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamóca a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, hogy önnél szabály, Hogy csak friss hús árut zabál. <laughs> Kacsa! Füvet rágok, lomhán legelészve, Zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemésze. És ö, meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig. <laughs> De erről már nem írhatsz, te bérka.